Sokféle e-roller közül válogathatunk ebben a győri üzletben. Június 16-a után már nem csak a felhasználás szempontjából fontos ismernünk a közlekedési eszközünk paramétereit, több úgynevezett mikromobilitási eszközre, mint például az e-rollerre kötelező biztosítást kell kötni. De ugye a törvény igazából úgy fogalmaz, hogyha ezek az eszközök 25 km/h sebességnél gyorsabban mennek, vagy 25 kg-ot meghaladják, és a 14 km/h sebességet meghaladják, akkor kötelező rájuk a kötelező biztosításnak a megléte. Azt, hogy kell-e a mi eszközünkre kötni kötelező biztosítást, az a saját belátásunktól függ, ugye ismernünk kell ehhez, hogy az eszközünk, amit mi használunk, a járművünk, amit mi használunk, az képes-e arra a sebességre, vagy azzal a súllyal rendelkezik, és meghaladja ezt a 14 km/h. Tehát ezt mindenféleképpen nekünk kell tudnunk, hogy meg kell-e kötnünk rá a biztosítást. Ami fontos, ugye, hogy az emberi erővel hajtott eszközökre még mindig nem kell kötelező biztosítást kötni, de sokszor felmerül, hogy oké, de mi a helyzet a biciklikkel, mi a helyzet az elektromos biciklikkel, ezekre egyelőre nem kell, emberi meghajtással működő járművekre nem kell. Egyes biztosítók már megjelentek díjtarifákkal, mások még a végleges kormányrendeletre várnak. Jelenleg az elektromos rollerekre érvényes éves díjak pár ezer forint és több százezer forint között mozognak. Nagyon széles a skála, hogy mennyiért köthetünk kötelező biztosítást az elektromos rollerekre. A Grantis gyűjtése alapján van olyan biztosító, ahol ez éves szinten 5000 forint, míg van olyan biztosító, ahol ez több százezer forint is lehet, például többször annyiba kerül maga a biztosítás, mint egy elektromos roller. Ennek van egy speciális oka, ugye a szabályozó előírta a biztosítóknak, hogy kell egy tarifát alkotniunk a mikromobilitási eszközökre. Ugyanakkor ahhoz, hogy a biztosítók pontosan meg tudják határozni azt, hogy mennyibe kerülnek majd ezek a biztosítások, ahhoz szükségük lenne még további információra és egy részletszabályozásra várnak. Hamarabb kellett elkészíteni a tarifát, mint hogy hatályba lépett volna a törvény, tehát a biztosítóknak már 8-ára el kellett készülniük ezzel az ajánlattal, és sok biztosító úgy döntött, hogy amíg nem érkezik meg ez a részletszabályozás, addig ők egy speciális egyéb kategóriába teszik az elektromos rollereket. Nehéz megbecsülni, hogy a már érvényes jogszabály mennyi eljárművet érint Magyarországon. Nem könnyű ugyanis a felállított kategóriákba besorolni a különféle mikromobilitási eszközöket. Több tízezer számról beszélhetünk már, csak hogyha belegondolunk abba is, hogy ugye a fővárosban különböző flották vannak, céges roller flották, amiket ugye bérbe is lehet adni, és ugye ezekre is vonatkozik ez a szabályozás, tehát ezeknél is kell egy kötelező biztosítás. Azért nehéz is egy kicsit megmondani, hogy mennyi lehet az érintett, mennyi jármű lehet érintett, mert nagyon gyakran nincsenek pontos információk azzal kapcsolatban, hogy mekkora végsebessége van egy ilyen járműnek, és nincsen nyilvántartás vezetve arról, hogy ezek a rollerek ezek mire képesek. Súly az még nagyjából talán elérhető, de azért nagyon ritkán találjuk meg például a termékleírásokban azt, hogy mekkora végsebességre képes az az adott jármű, és ugye, ahogy mondtam, semmilyen állami nyilvántartás nincs arra vonatkozóan, hogy az adott járművek azok tényleg milyen jellemzőkkel bírnak. A szakértő is megerősítette, végleges pénzügyminisztériumi rendelet és KRESZ szabályozás kell ahhoz, hogy az elektromos járművek még pontosabb besorolást kaphassanak.